Sziasztok! Ez itt Halkocka a játékbárja, koktélokkal várva vendégeit. Ezt az új 2010-es stratégiai játékot elétek tár. King's Bounty párhuzamos világok címmel a második kiegészítő, bár igazából úgymond másfeledik kiegészítő sorozatnak. A King's Bounty The Legends 1990-es játék remake volt, és nagyon sikeres remake. Ebből indult egyébként a 1990-es játékból a Heroes sorozat is. Nagyon sikeres volt, fölített grafikával, új lehetőségekkel, fejlesztgetéssel, de megmaradt az alapszisztéma, azaz, hogy nincs multi, viszont van egy olyan jó és hosszú és élvezetes egy játékos rendszer, amely hasonlít a Heroeshoz, viszont nem körökre osztott az egész. Ez egyik kulcsa, illetve még taktikusabb, még sokkal nehezebb átlagban legalábbis, mint a Heroes kampányok. Ez jellemezte a kiegészítőt is, az Armored Princess-t, ami 2008-90-90 jelent meg. És ahhoz jött úgymond egy ilyen kis kiegészítő, ez a párhuzamos világok. Egyébként nagy része magyarul jelent meg, a Legend is, illetve az Armored Princess, aki az Crossword-hoz pedig letölthető legálisan magyarítás, a magyarítások.hu. Mint látjátok, itt az újdonságok, láthatjuk a harcos hercegnő kiegészítőt, újra játszhatjuk, illetve tehát itt nem kell felrakni az alapjátékot, csak a kiegészítőt, aztán erre a Crossword-et, ezt a párhuzamos világok című játékot. Majd kaptunk egy aréna bajnoka kampányt, amelyben arénába harcoltunk főszörnyek ellen, illetve erősebb lények ellen, illetve a korona védelmezője kampány pedig egy ilyen szintén egy ilyen aréna, csak itt nem bosszok ellen, hanem inkább sok kicsi ellen, úgymond harcoltunk, ezen véletlenszerűen generált ellenfelek ellen állhatjuk meg a helyünket. Sőtetjük meg a pozíciónkat, illetve az orgok menetelése, amely egy még nehezebb kiegészítő a harcos hercegnő világába, illetve a kampányába. Azt jelenti, hogy minél, még több 9 új egység, 70 új tárgykészlet, láthatjátok is egy jobb oldalt, 13 új varázslat, titokzatos varázstorony, ami egyébként az első sziget mellett található, és rohadtul nehéz tényleg, de már az első szigetet megcsináltam. Illetve 9 új küldetés, képzettségek és az adrenalin bevitele. Láthatjuk a beállításokat. Résztesen mindent be tudunk állítani, tökéletesen. Egy 3D is van, ha kell valakinek, és nagyon vágyakozik utána. A zene csodálatos egyébként az egész sorozatra jellemző volt. Egyébként ez egy orosz játék, viszont nem látszik az a összecsapott munka, ami néhol igen. Tele buggal, itt nincs, alapból se volt olyan sok bugja, az, hogy már 2-3 patch kijött. De még előtte sem, én úgy is játszottam a legendát, illetve a harcos hercegnőt 1.0-án is, nem volt bugos. Na nézzek együnk be a játékba, betöltünk egy viszonylag erre adott játékot. Láthatjuk a grafika csóda szín. Vannak hajós ellenségek is, illetve szárazföldi ellenségek. És hát ugye mi is tudunk venni a hajót az egyes karaktereknél, illetve szerválni. Most megmutatom a hős inventory rendszerét, hát elég egyszerű, de átlátható, és viszont azért komplex is valamelyest egyben. Láthatjuk az egységeket, illetve a talomba úgymond rakott ilyen mellékegységeket, úgymond ilyen tartali egység. Láthatjuk a segédünket, amely a harcos egységnek kiegészítő óta van egy kis sárkány, amely különböző képességekkel rendelkezik, mi választjuk ki, hogy melyiket akarjuk használni. Annak támadó jellegű, védekezőbb jellegű, illetve ilyen taktikus jellegű, illetve ilyen kincses ládák, egyéb artefaktokat felszedő jellegű képességek, mert a harcos térképen, illetve csatatéren vannak néha kincses ládák, illetve artefakt lelőhelyek, úgyhogy azért ez is még szóba jöhet. Láthatjuk a kitüntetéseket, ez több megnyert csata után, illetve XP elérés vagy harag elérés miatt kapjuk. A harag az egyébként a rage, amely nő támadásokkor, illetve minket támadások esetén ezzel tudjuk használni egyébként a sárkány képességeit, amely minél erősebb, mert lehet fejleszteni is őket egyébként.
oldal több haragba kerül természetesen. Képességekkel, illetve varázslatokkal tudjuk növelni az alap harag meglétét, tehát a harc kezdett, akkor például 5-10 vagy még több lehessen alapból a mi birtokunkban, vagy sem. Illetve látjátok, van a mana, amelyet ugye tudunk növelni a szintlépésekkor, például hogyha minél több értelmet kapunk, amely úgymond a hírozva megismert knowledge, illetve spell power keveréke. A védekezés és támadásban az pedig hasonló módon működik, egy kicsit talán máshogy, de hasonló vehetjük a hírozva szisztémához. Ha értelmet növeljük, akkor több mana pontunk lesz, többet sebzünk, nagyobb lesz a hatékonyság a varázslatoknak, és itt a mágia ágán a fejlesztéskor, mert egy picit hasonlít az új híróz, a híróz 6. részéhez. Talán innen innen vettek át egy-két elemet a Heroes 6-os magyar fejlesztőink. Láthatjuk, hogy a mágia ágon tudjuk erősíteni a különböző varázslatokat, illetve a mágia ágakat tudjuk megszervezni és erősíteni, illetve növelni a mana mennyiségünket. Az elmébe pedig a mind a kettő között tudunk lavírozni a támadás védekezés, illetve a mágia varázslói ág között lavírozunk, itt tudunk ilyen több aranyi jutalmat megszerezni csaták után, mert egyébként mindig kapunk a megölt egységek számától, erősségétől függően aranyat, illetve hát amit találtunk a térképen, ezt is azt hiszem van növelő képesség, illetve itt tudjuk növelni általánosan a támadást, védekezést, illetve különböző egységek ellen gépezetek vannak, gépezeti egységek, illetve egységek ellen tudunk bónuszt kapni, sebzést, illetve a saját egységünket tudjuk erősíteni, tündékelt emberek félét, tehát bár itt nincsenek konkrét népek, fajok, de azért legalábbis külön amiket irányítunk, hanem úgymond ilyen egy csomagban van az összes faj, mondhatnám, tehát itt nincsenek külön népek, mint a hírosodban, viszont azért vannak, pontosabban népek nincsenek, mégis fajok vannak, de nem kötelező, tehát lehet vegyes egységet, vagy vegyes egységekkel ellátott serget is összehozni, kisebb morális egyéb csökkentések pedig nem érik azt a sereget, úgyhogy de itt annyira nem lényeg a nép, azonos népből származó egységek meglét egy seregbe. Láthatjuk az erőt, ott pedig hát alapértelmezetten a harag adrenalin, illetve haragnövelő, illetve védekezés, atak növelő, illetve taktika is a végén megláthatom, mert hírozva is van, hogy berakhatjuk az egységeinket a csata előtt vagy az elején, úgymond, illetve ijászok, sebzéseinek növekedése, kezdeményezés növelése, amely itt is van ezek az egységeknél, hogy egy kilép előbb, attól függ az egész, úgyhogy hát itt meg az inventory, és férjet is tudunk szerezni, van aztán itt több helyen, akinek szintén adhatunk néhány artefaktot, illetve ad plusz speckó bónuszokat alapból, attól függ, hogy milyen férjeket választunk magunknak. Hát ennyi lenne talán a... Itt láthatjuk a szinteződést még, hogy milyen hőst, nőt választottunk. Az elején lehet harcos, paladin, illetve mágus. Hát a harcos ilyen erőben, hisz a mágus a mágiával, a paladin pedig a kettő között, ahogy itt körülbelül a felosztást is láthatjuk alul jobb oldalt. Itt láthatjuk, hogy a boltokban lehet vásárolni, mit ad Isten. Minden boltban lehet más és más egységet, illetve néhány varázslatot is lehet, illetve néhány artefaktot. Itt alul láthatjuk a pénzmennyiségünket, ahhoz éppen meglévő haragmennyiséget, a mana mennyiséget. Van térkép is a kisebb szigetekhez, illetve az összes szigetvilághoz. És innen kezdünk, és durván így megyünk tovább, az egyes szigeteken nagy térképeket találtunk, amelyre a következő szigeteket fedhetjük fel, ezeket mindig erős egységek őrzik. Úgyhogy... Most pedig hát a küldetés napló is van, a játékban egyszerű szerintem, mint a vakabla. Illetve ást is tudunk kint, csak utána azt egy ilyen sárga fényjel jelzi az éppen a területen, hogy találtunk egy kincses ládát vagy sem, amivel kincs, artifakt, illetve varázslat is lehet. Vannak várak is, vagy kastélyok, amivel nagyobb mennyiségű és többféle egységet, artifaktot, varázslatot, stb. Tudunk varázsolni, illetve küldetéseket kapni, illetve kapunk küldetéseket ilyen emberektől is, mint itt látható, vagy a
különböző épületektől. Tudunk egy harcot néktek. Gyorsan, az a gép igénye nem nagy, a grafikája mesés, de azért nem is csúnya. Gyorsan tölt, szetezett, nincs gond. Itt a harc tér, amely elsőre kicsit kicsinek tűnik, viszont azért elég sok taktikus lehetőségre ad okot. Most akkor pedig hát azért jól néz ki szerintem stílusán belül. Itt tudunk varázsolni, különböző mágiákat. Mondjuk egy mérgező koponyát, amely ha az első most nem kapta meg még a mérgezést, akkor körülött ez sebződött volna. Itt pedig láthatjuk a sárkányt, amelynek a képességeit ilyen világ tojást tudunk rakni, amelyel egy új egység bújik ki. Ezt is tudjuk fejleszteni, ilyen gömbvillám, vagy egy ilyen láncvillámszerű effektet ad a falat az eltorlaszolásra, illetve lávahívást, amelyel nagyon nagy sebzést tudunk okozni egy 3-4 célpontnak, illetve a sárkányfejes ütés, amely minden célpontnak sebez. Hát itt láthatjuk a plusz képességeket, az egy adott egységnek ez például tud futni, amely többet lép egyszer, kettővel, illetve duplát tud sebezni. Tehát pontosan a két ellenséget tud egyszerre sebezni. Kalóz. Lövésegység is van. Természetesen. Na, most használja a varázslatot a csúnya ellenfél. Láthatjuk, hogy ki ő és mi ő. Elég erős értékekkel bír. Sajnos. Talul látjuk, hogy mi történtek egységeinkkel. Ennek az egységnek pedig van egy olyan képessége, amit most lehet, hogy nem fog tudni használni. De, amelyel magához húzza az ellenfelet. Sajnos ők elég erősek, úgyhogy jó a védelmük, jó a támadásuk. Ő például fejleszteni tud, illetve démonok alattak elleni bónusz sebzést tud adni barátainak. Megmutatni, akkor próbálom most megmutatni. Hú, franca. Pont nem tudom megmutatni, hát ez van. A plusz bónusz képességét, ez kicsit sokat szivatott. Még sokan is voltak. Hát lehet, hogy már nem fogom tudni megmutatni. Na hát most csak azért támadtam meg, mert egy erős sereg, hogy megmutassam a lehetőségeket. Hát mindenket mutassuk meg mondjuk a láncvillámot. Amely más szem egy másik, hogy harmadik a harmadik szinti láncvillám, vagy hát gömbvillámnak hívják itt, de több egységre is rám, hogy nem egyszerre, hanem egymás után követi körönte a négy körig. Azt hiszem. Úgyhogy nem rossz. Na akkor meg tudom mutatni a dolgot. Nem rossz egyébként, főleg, hogyha még sok kalózom lenne. Úgyhogy, hát ennyi lenne talán most így. Gyors talpaló van a játék, nagyon élvezetes szerintem, és jó grafikája, nincs egy gépigénye, és nagyon sok stratégiát, és taktikát, és logikát, és gondolkodást igényel, mert viszont ebben a kategóriában alapfeltétel, ez nincs meg, dől az egész játék, dől az egész stílus, mi volt a. Ebben a játékban viszont megvan ez a képesség. Úgyhogy mindezek együtt gyakorlatilag erre az E3 Kings Bounty részre, mivel hasonlóak és hát kiegészítők, illetve alapjáték egy olyan 90%-ot tudok adni, nekem nagyon bejött a játék, úgyhogy apró hibái vannak, például néhol vannak szintén tényleg túlontúl szinte csaló erősségű csapatok, amelyeket tényleg csak sokkal később tudunk leverni, illetve az a gond, hogy nincs alul sáv, és nehéz néha kikövetkezteni ki, mikor jön. Főleg úgy, amikor taktikázik az ellenség, és egymást lép kétszer, mert vételt, azaz várt az előző körben. Ez minden, ami még hiba, illetve
kevés az új zene dallam. Az alapjátékból van a nagy része még a második, vagy mondjuk másfél kiengve is. De ebből lehetett volna több, illetve a hanghatásoknál szintén ez a gondi. Hát nem is tudom, mi van még, ami gond lenne. És hát talán az, hogy nincs multi, de ez a játék stílushoz szerintem nem is kéne, tehát ez nem passzol ellentétben a Heroes-szal. Illetve hát talán még az, hogy kicsik a csataterek. Ezt talán láttátok, szerintem, de az én véleményem. Mindezek mellett viszont egy csodás játék, nagyon hangulatos, nagyon taktikus, stratégiai, és én ezek mellett olyan nehézségű, aminek egy játéknak nehéznek kell lennie, hát ez a lényeg. Úgyhogy Heroes botlóként egyelőre ezt adom nektek, hisz a Heroes 6 sajnos a csomagküldő szolgáltató hibája miatt egyelőre még nem érkezett el hozzám, viszont jövő héten elvileg várható egy teszt is talán, meglátjuk mikor érkezik ide. Addig is sziasztok, és fel a párhuzamos világokhoz.